Mihály Melinda, a Szociális Szolgáltató és Gondozó Központ intézményi vezetője, már 35 éve van a pályán, pályakezdőkora óta, tehát igen kitartó, és az előzetes telefonbeszélgetésünk alapján úgy néz ki, hogy szereti is a munkát, mert azt mondta, hogy a munkámról kéne beszélni, arról szívesen. Ezek szerint valóban szereti a munkáját. Egy rövid életrajzi adatsorral szolgálnék. 1987-től a Szőci idősek otthonában kezdte ugye a pályáját. 98-tól az Ajkai Családsegítő Központban gondozó, 2005-től a Méltó Élet idősek otthon részlegvezetője, és 2016-tól van jelenlegi beosztásában. Tehát az, hogy szereti a munkáját, azt megválaszolt, és hogy mióta is az kiderült ebből az életrajzból. Az a kérdésem, hogy kik tartoznak az intézményéhez, tehát az ellátottak körét hogyan lehetne behatárolni? Az intézményünknek a szolgáltatási elemei, és sokrétűek, a törvény által meghatározott feladatokat látjuk el, illetve ami az önkormányzatoknak kötelező feladata, a szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalan személyek átmeneti ellátása, időskorúak átmeneti ellátása, és a nem kötelező feladatok közé tartozik az ápolás, gondozás nyújtó tartós bentlakásos intézmények. Mi ezzel is gazdagabbak vagyunk. Ez a nem kötelező azért azt jelenti, hogy ezzel foglalkoznak, ugye? Természetesen nem hobbiból foglalkozunk ezzel, ugyanis Ajka városa már nem egyszer elnyerte az idősbarát önkormányzat díjat, és ez is azt mutatja, hogy Ajka városa gondoskodik a városban élő időskorú emberekről, akik minden szolgáltatásunkhoz hozzáférhetnek. És nyilván szép számmal vannak igénybevevőink, többségében elégedettek, az intézményekben pedig nagyon hosszú a várakozó lista, 200 fölött van a három bentlakásos intézményben. Nyilván a megítélés szempontjából kedvező, hogy az intézményekben évente ritkán van üresedés. Szeretnénk segíteni mindenkinek azonnal, ha lehetőségünk lenne, viszont a kapacitásunk az véges. Most így jut vissza a minőségi munka idézőjelben persze, ugyanis a Covid alatt sem történt esemény úgymond, tehát a vírushelyzethez, a járványhelyzethez kapcsolható esemény, a járvány kívül maradt a kapukon. Hogy sikerült ezt elérni? Ez így igaz. Ugye a 2020-as év mindannyiunk számára egy kicsit lelkileg és fizikálisan is megterhelőbb volt, mivel nem tudtuk, mivel állunk szembe, ezért minden szakmai tudásunkat, szakmai kapcsolatunkat és a fenntartóval való szoros együttműködést kihasználva megtettük azokat az intézkedéseket, amivel fel tudtuk készíteni az intézményeket a várható veszélyhelyzetre. Mindig időben sikerült döntést hozni, és szigorúan betartva a szabályokat dolgoztunk nap mint nap. És ugye ez annak is köszönhető, hogy a munkatársak félelem nélkül, lelkiismeretesen, egy emberként végezték a munkájukat, és én büszke vagyok minden munkatársunkra, hogy nem történt nálunk tragédia abban az időben. Jól tudom, hogy a gondozó központ részben állami fenntartású intézmény, vagy ez már az idővel elkopott? Hát önkormányzati fenntartás alatt működünk, igen, és őtőle kapunk minden esetben segítséget, hogyha szükségünk van rá. Mikor tombolt a járvány, úgymond, kaptak-e valami központi extra támogatást? Gondolok itt a oltási akciókra, teszt elvégzésére, ilyesmire. Hát a járvány kezdetén akkor ugye az intézmény, mi magunk, illetve az önkormányzat segítségével tudtuk biztosítani a védőfelszereléseket. Ugye az oltás az már csak később jött, felmérték az igényeket a kormányhivatalból, és a kórházi ortópont munkatársai kijöttek elvégezni a védőoltást. Hála az jó Istennek, az oltási arány is nagyon jó az intézményben, ellátottak körébe közel 100%, a munkatársak körébe olyan 85-87%. Hogyan viselték az idős emberek, az itt élők a Covid helyzetet, hiszen ugye látogatási tilalom is volt sokáig. Hogyan tudtak kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal, hiszen az a mentális egészség szempontja nagyon fontos, ugye, hogy
hogy azért kapcsolatuk legyen azzal, akiket szeretnek. Igen, mi megpróbáltuk minden fantáziánkat latba vetni. Skype, Messenger, aztán az üvegfalon keresztül történő adóvevős beszélgetés, illetve nem zárkoztunk milyen mereven semmitől sem, meg kerítésen keresztül felügyelettel. Természetesen láthatták a hozzátartozók, hogy az időseik biztonságban vannak és jól vannak. Most ilyen műanyag fólián keresztül elkezdés ilyen nem volt, mert láthattuk az interneten például. Ilyen tényleg nem volt, nincs határ erre az nem gondoltunk. Viszont én nagyon büszke vagyok az idősekre is, mert nagyon fegyelmezetten és türelmesen álltak hozzá ehhez a dologhoz, sokat beszélgettünk velük, ugye ők hallgatták a médiát, olvasták a Facebookot, az internetet. Tehát képbe voltak, és önök is erre törekedtek. Többször beszélgettünk az idősekkel erről, és nem volt olyan nap, amikor ne említették meg, volna meg, hogy ez az ő érdekükben történik, hogy most nem mehetnek ki. Természetesen minden lehetőséget biztosítottunk, mert mi magunk bevásárló listával elmentünk bevásárolni az időseknek. Kicsit jobban kényeztettük őket sütemény, gyümölcs és egyéb dolgokkal. Közös programok szervezésével gondolom. Hát az csak itt kisebb társalgokban, igen, meg az udvaron. Ugye az is nagy előnye az intézményeinknek, hogy mindegyik földszintes és nagy udvarral rendelkezik, tehát a mozgásigényüket is ki tudták elégíteni, és nem voltak úgymond bezárva. Azt szokták mondani, hogy a szegény embert az ág is húzza, mert ez alatt az időszakban történt egy tűzeset is. Ennek a körülményeiről tudna mondani valamit? Igen. Ez is 2020. július 26-án történt. Hát egy elektromos tűzeset történt a napelem rendszerrel kapcsolatban. Én nem vagyok műszaki szakember, de itt is meg kell említenem, hogy a kollektíva az egy emberként itt volt, senkit nem kellett felhívni telefonon. 8 perc alatt sikerült kiüríteni az épületet, kikísérni az időseket. Ugye minden évben megtörténik a katasztrófa védelem részéről egy gyakorlat, és mi azt is komolyan vesszük, felhívjuk az idősek figyelmét, hogy ez lesz, és mindenkit kikísérünk az épületből, és az idősek is nagyon fegyelmezettek voltak, a mentőmunkatársainak nem volt szükség a munkájójára, és itt kint egy délután eltöltöttünk, amíg a tűzoltók eloltották a tűzünket. Igen. Most említette, hogy több százan várnak tulajdonképpen arra, hogy bejussanak egy ilyen gondozóközpontba, és én, ha jól tudom, Ajkán van körülbelül 6000 nyugdíjas. Igen. Tehát ilyen nagyságrendben kell gondolkodni, és az önkormányzat próbál tenni értük, tehát nyilván az ő lehetőség is végesek. Próbálkozás történt egy úgymond piaci alapon működő, nem gondozóház, hanem panzió létesítésére, ez viszont kudarcba fulladt. Erről tud valamit, hogy vajon miért? Ez az intézmény is, ahol most ülünk, ugye a polgármester úr kezdeményezésére indult el a 2004-ben is ez a pályázat, és annak sikeres megnyerése után valósulhatott meg. Úgyhogy elkötelezetten figyelemmel kíséri ő is a városban élő idősek helyzetét és sorsát. Igen, valóban történt erre kezdeményezés, hogy a Városligetben egy idősek házát hozzon, alapítson az önkormányzat. Meg is lett hirdetve a jelentkezés, de a jelentkezők csekély létszáma miatt ez nem valósult meg. Aztán tervben van folyamatosan egy új idősek otthona felépítése. Nyilván az önkormányzat Ajka városa nem zárkózik el az elől, hogy minél nagyobb biztonságban élhessenek a városban élők, viszont az állam nem ír ki pályázatot, és ugye a 21. századnak megfelelő intézményt létrehozni a város öneréből nem képes. Igen, hát nyilván szükség van a idős emberek hozzájárulására is, de kérdés, hogy mit kapnak érte cserébe. Tehát, hogy a lakás lehetőségét, vagy egy-két szobáért cserébe kapnak-e még mást is mellé, mert különben nem szívesen adják el gondolom a saját ingatlanjukat, hogy átköltözzenek. Így igaz.
Ugye teljes körű ellátást biztosítanak az intézményeink, ami nem csak a 24 órás felügyeletről szól, hanem már dietetikusnak is kell lenni az intézményekben, saját orvosa van az intézménynek, pszichiáterünk is van, hogyha olyan gyógyszerre vagy segédeszközre lenne szükség, ami szakorvosi javaslatot igényel, és mindenki nagyon lelkiismeretesen végzi a dolgát. És nyilván a programok, a szabadidő hasznos eltöltése, a hasznosság érzésének a fenntartása mindenek előtt a legfontosabb, mert nyilván, ahogy az évek mennek előre, kicsit fáj a térdünk, kicsit fáj a hátunk, viszont ha mosolyt látunk egy idős ember arcán, akkor jól végezzük a munkánkat. Említettük, hogy azért anyagi áldozattal is jár be kell egy idős otthonba, de mégis mekkora összegre van szüksége mondjuk annak, vagy milyen feltételekre, hogy ide bekerülhessen, amennyiben persze van hely? Igen, az Új Élet utcai intézményünkben ott nem kell egyszeri hozzájárulási díjat fizetni, csak itt a Frankella utcában. A különbség annyi köztünk, hogy itt zömében egyágyas lakószobákban élnek az idősek, mindenkinek külön fürdőszobája van, és ugye itt a beköltözést követően kell egyszeri hozzájárulási díjat fizetni, illetve a havi ellátásért térítési díjat. Ez a térítési díj ugye arányban van a mondjuk a szokásos nyugdíjakkal? Tehát ebből finanszírozható, vagy családi igen. segítség van szükség? Nem kellett családi segítséget igénybe venni, ugyanis függetlenül attól, hogy hatályban van már a kötelező szülőtartás, nem kellett ilyen módszerekhez folyamodnunk. Nyilván előfordul olyan ellátott, akinek nincs senki hozzátartozója, a jövedelme nem olyan magas, ott pedig a törvény adta lehetőséggel, hogy a 80%-ot nem haladhatja meg a térítési díj. Említette, hogy itt nagyon lelkiismeretesen dolgoznak a munkatársaik, külön köszönet érte most is nekik, de hát nézegettem az internetet, hogy szociális gondozókat azért keresnek a környéken, tehát mondjuk esetleg tudnának változtatni, hogy nagy Isten külföldre menné, mert ugye ez egy olyan nemzetközi szakma, hogy nem kell hozzá különösebb nyelvtudás például. Ilyet nem merült föl közöttük? Isten ments, hogy bátorítsam őket, de hogy a nehéz körülményekre való hivatkozással esetleg helyszínt változtatnának, jól szól. Amióta megnyílt ez a telephelyünk, volt egy kolléganő, aki külföldre ment dolgozni, de már itthon van. Természetesen tőlünk is mentek el dolgozni, gyárba visszajöttek. Lehet, hogy nem a mi munkánk a legkönnyebb, de szerintem a mi munkánk, hivatásunk egy nagyon szép hivatás, és ugye ha mindig arra gondolunk, hogy úgy bánj az ember társaddal, ahogy te várnád, hogy veled bánjanak, akkor ez az apropó kell, hogy érvényesüljön a mindennapokba. Én külön örülök annak, amikor az idősek azt mondják, hogy ti a mi unokáink vagytok. Igen. Kicsit lógrásban haladunk, de eszembe jutott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy ugye a kormány valamikor 2015-ben a magas ajkai iparűzési adó miatt csökkentette a szociális intézményekhez fenntartáshoz való hozzájárulást. Azóta tudjuk, mi történt az iparűzési adóval, csökkent jelentős mértékben, és csökkent a város költségvetése is ezáltal. Na most a kormány fejhez kapott, hogy akkor visszaadnánk azt, amit eddig nem adtunk oda, tehát támogatjuk a szociális intézményeket, ellátási díjakhoz hozzájárulunk, és így tovább. Lát-e ilyen jeleket? Vagy igen. Sajnos nem. Az önkormányzatnak jelentős mértékben ki kell pótolni a mi költségvetésünket, ugyanis az állami normatíva a felét sem fedezi egy-egy idős beteg ellátásának. Megint egy lógrás. Ön tavaly megkapta a szociális munkáért elismerő oklevelet az önkormányzattól. Ez jelenti azt egyúttal, hogy az önkormányzat már tett rá célzást, külön megbecsüli a területen dolgozókat. Gondolk itt például, hogy a szociális munka napján, ugye, amit évről évre megtartanak, ez hangot kap-e, vagy hangsúlyozódik-e? Természetesen igen, központilag szervezzük a szociális munkanapját november 12-én. Sajnos a Covid alatt kimaradt, de a fenntartónk
az azért lehetőséget biztosított arra, hogy a munkatársaknak egy kis anyagi juttatást tudjunk biztosítani. Most ilyenkor azt hiszem, úgy emlékszem, főleg szakmai kérdésekről esik szó. Mi az, ami most ezt a területet a leginkább kihívások elé állítja, korszerű kifejezéssel szólva? Hát a jelenlegi helyzet, ugye nyilván az intézmények nem tartoznak a rezsicsökkentés hatája alá, a több kiadásunk is növekedni fog, gondolok itt a cégautóadóra, az energiafelhasználásra, üzemanyagra, aztán az élelmiszerek nagyon jelentős mértékben megemelkedtek, úgyhogy mi is szeretnénk egy kis térítési díj emelést kieszközölni. És erre most már van lehetőség? Ugye a kormány megtiltotta, mint említettük 2020-ban. Igen, a 603-as kormányrendelet június 30-áig volt hatályba, és utána a lehetőséget adott rá, hogy nem mondták ki, de akkor hatályát vesztette ez a kormányrendelet, és mi is javaslatot tettünk a fenntartónak, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, emeljük a térítési díjakat. És van lehetőségük rá? Van, igen. Biztosan el fogja fogadni a képviselőtestület, és akkor egy kicsit a bevételi oldalunkon az egyik lyuk az betömődik. Ez vonatkozik a bent lakóknak a hozzájárulására és az önkormányzati támogatásra is? Személyi térítési díjakról beszélünk, illetve az egyszeri hozzájárulási díjról. Tehát főleg a bent lakókat. Így van. A szociális étkezésen is az ellátást igénybe vevők valamennyire, aki őnek a szociális és anyagi helyzete megengedi, annak emelünk, aki nyilván mérséklést igényel, azt megvizsgáljuk. Ki mondta a varázsszót, az, hogy rezsicsökkentés, ami inkább most már rezsinövelésnek számít. Elgondolkodtak-e azon, hogy mit hoz a jövő? Tehát végeztek-e próbaszámításokat? Ugye a energiaár bizonyos, nem tudom, melyik szabály vonatkozik majd önökre, vagy önök se tudják pontosan? Várunk. Ugye nyilván... Mert ugye a magánszemélyekre a kétszeres energiaár átlag fölött, de itt például hogy számolják az átlagot? Hát ugye várjuk az első számlát, ugye az analitikát, ahogy nézzük, nagyjából egyforma a havi fogyasztásunk minden telephelyen, minden energiaforrásból. Takarékossági tervet készítettünk az egységeinkbe, nyilván a takarékoskodás során nem sérülhet az ellátottaknak a joga. Megpróbálunk úgy dolgozni, hogy kijöjjünk. Ez a megpróbálunk, ez nagyon talányosan hangzik, de lesz olyan terület, ahol végül segítségre kell, hogy szoruljanak, mert olyan csapás érheti a gazdálkodásukat, amit már nem lehet befoltozni. Például itt vannak az üzemanyagárak, ugye, ami rettenetes módon emelkedik, és ha háznál történő szociális ellátás, nagyon érintheti. Van ötletünk, ABC tervünk, arról most még nem beszélnék. A munkatársai hogyan viszonyulnak, vagy van-e ilyen beszélgetés itt önök között? Most nem föltétlenül pletykálkodásra gondolok, de ami a jövőbeli kilátásaikat illeti, aggódnak, vagy azt mondják, mint ön, hogy majd megoldjuk valahogy? Sikerült az optimizmust átvinni rájuk is? Szinte minden nap szupervíziót tartunk egymás között, mert minden nap más munkatársak dolgoznak, és ugye a legtöbb munkatársunknak iskoláskorú gyermeke van, és ugye most már hallani olyan zöngéket, hogy szeptemberben várható egy újabb hullám, nyilván mi szakmailag készülünk, viszont a gyermekes anyukák azok már most izgulnak, hogy mi lesz szeptemberben, hogy a gyermekük mehet-e iskolába, vagy új laptopot kell venni. Vagy otthoni felügyeletet igénye, amit attól függ, hogy hány éves. Így van. És akkor ez a munkájukra is ki fog hatni? Hát... Kihathat. Kihathat. Van mindenhol szinte nagyszülő, de azért a feszültség mindegyikünkben ott van. Most tagadhatatlan, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz.